Ercsei Attilával beszélgetünk, a Körépítés Stúdiónak a vezetőjével? Mondhatjuk így is. Jó, akkor mondjuk így. Itt utolsó mohikán. Mondjuk így. Témánk a Kóskároly Egyesülés lesz, illetve Makovec Imrének a hagyatéka az építészek számára. Tehát, hogy egyáltalán az építészetben ez hogyan és milyen módon jelenik meg Kóskároly Egyesülés szellemisége, illetve Makovecnek a gondolkodása. Elengedhetetlen, hogy reálisan fogalmazzunk. Ma az organikus építészetet úgy jellemzik, mint ami kiment a divatból. Tehát nem trendi. Na most az a kérdés, hogy mi az, hogy trendi, és nekünk kell-e trendinek lenni. Én onnan indulnék ki, hogy Paolo Portoghesi, aki egy ismert, mondhatni világhírű olasz építész, ő mondta Makovec Imre építészetéről, hogy ez a jövő építészete. Na most ez így jól hangzik, csak ezt kicsit konkrétabban kéne értenünk, és azt gondolom, hogy ma ez a feladata a Makovec tanítványoknak, hogy ezt valóban megértsék, hogy miért a jövő építészete, és ez nem csak egy szép lózunk legyen. Az a helyzet, hogy az építészetnek mindig volt valami szellemi forrása, azonban a mostani trendépítészetnek igazából nincs. Vagyis nincs, de mégis van. Csak legfeljebb nem tudnak róla. Tehát míg a Bauhaus annak idején, amikor született, annak is volt egy szellemi forrása, mégpedig a teozófia, ami nagyon közel áll az antropozófiához. Azonban a korunk materialista világszemlélete elnyelte ezt is, és maradt az üres forma. És ma a post-Bauhaus neomodern építészet az tulajdonképpen egy ilyen szellemtelenített formai játék. És ez nem csak az építészetre igaz, hanem a művészet bármely területére. És ezt úgy is fogalmazhatnánk, hogy a mai művészet fogalom az elszakadt attól a szellemi gyökerű művészet felfogástól, amit még Platón megfogalmazott, hogy a szép, az igaz és a jó, azok összetartoznak, és a művészetnek erről kell szólnia. Vagy attól is eltávoztunk, ami tulajdonképpen az európai kultúrának a materialista korszakának a kezdetét jelöli, amikor a természettudomány ketté vált, és a spirituális természettudomány, amit Goethe képviselt, az kiment a divatból, és az a materialista természettudomány, amit Francis Bacon, Darwin és Newton képviselt, az lett uralkodóvá, és annak a terhét nyögjük a mai napig. Na most a Makovec Imre építészete az onnan folytatta, ahol Goethe abba hagyta, de ezt egy modern összefüggésbe helyezve megújította. És természetesen Rudolf Steiner volt az ő mestere, és Steinerre támaszkodott, és ugye Steiner pedig Goethét folytatta. És Steiner építészeti impulzusa az elkövetkezendő évszázadokra ad elegendő programot az építészeknek, és Makovec volt szerintem az egyedüli építész világviszonylatban is, aki Steinert nem csak megértette, hanem tovább gondolta. Hát Makovec nekünk nyitott egy kis rést a falon, egy ösvényt, amin el lehet indulni, de mi még nem értjük. Még Makovecet se értjük. Viszonylag tehetségesen utánozzuk, kinek milyen adottságai vannak, de dűlőre kéne jutni ezzel, hogy mi van az ő épületeiben. És itt nem ijesztem el a tisztelt nézőközönséget, hogy ehhez valami különleges beavatottsági tudás kell, hogy az ő építészetét megközelítsük, mert nem. Ez valahogy úgy működik, mint a Biblia, hogy a Bibliában ismerjük ezt a képet, amikor Jézus megszületett, és a születéséről hírt kaptak a pásztorok és a három királyok is. A pásztorok a szívükben érezték meg, hogy
valaki érkezett, és megmozdultak, és oda mentek, hogy hódoljanak előtte. A három királyok, akiket a három mágusnak is hívnak, ez a Krisztus előtti három nagy kultúrkorszak egy-egy reprezentánsa volt, ez a három mágus, akik a csillagokból olvasták ki, hogy itt valami nagy kozmikus személyiség érkezik a Földre, és oda mentek. Ez a kép, ez azt mutatja, hogy az ember egy szellemi tartalmat fölfoghat a szívével is, érzésekben, és fölfoghat megismerésen keresztül is. És így van ez Makovec épületeivel is, amiknek a mély tartalmi megismerése még várat magára, de bárki, egy úgynevezett egyszerű ember is átélheti, és át is éli. Tehát Makovecet a magyar nép megértette, ahogy Darvas Kozma csíkszeredai plébános fogalmazta, Imre bácsival egymásra találtunk. Tehát azok az épületek, amiket Makovec Imre épített, ezek úgy fogalmazhatóak meg, hogy vagy úgy tudott hozzá a nép kapcsolódni, ahogy egy falusi tanítónő mondta, amikor belépett egy Makovec épületbe, úgy érzem, mintha erdőben járnék. És nem arra gondolt, hogy sok fát látott maga körül. Tehát Makovec Imre épületeinek magva egy szellemi impulzus, egy imagináció, egy titok, ami rejtve hat ránk, amikor belépünk, és amit magunkkal is viszünk, tudatosan vagy nem tudatosan. Az intellektuális materialista építészek számára a Steiner is és Makovec is dilettáns. Nem értik, hogy miről van szó. Egy példát hoznék, Makovec Imre jó régen épített egy pasaréten egy ikerház egyik felére egy organikus házat, a meglévő épületet felhasználva. Hát ez egy ilyen organikus sapkát kapott ház, Taróczi Balázs teniszbajnok háza. A másik fele az ikerháznak, ami eredetileg egy Bauhaus épület volt, az maradt Bauhaus. Most újították föl egyébként szép minimalista stílusba. Tehát egy totális kontrasztot láthatunk, és amikor megépült Makovec épülete, akkor a modernista építészek föl voltak háborodva, hogy hát nem tiszteli a Bauhaus hagyományait, és hogy miért nem épít a múlt folytonosságára. És akkor Makovec Imre azt válaszolta, hogy ő egy mélyebbi múltra utal. Az ő épülete nem a 30-as évekre emlékezik vissza, hanem Atlantisra. Na most így van, hogy vajon a meséket hülyeségnek tekintjük, amivel a kisgyerekek foglalkoznak, vagy valami örök tartalomnak, ami nekünk is üzen valamit. Ezzel kéne dűlőre jutni, és azzal, hogy az épület, az építészet művészet kell, hogy legyen, mint ahogy az életünk minden részlete annak kéne, hogy legyen. És súlyosan tévedünk, ha ebből a módszert akarunk faragni. Tehát amikor Makovec módszerről beszélünk, azt jobb lenne elfelejteni, mert nincs Makovec módszer. Meg lehet tanulni, meg lehet ismerni őt, és meg kell próbálni utánozni, aztán megszabadulni tőle, és szuverén műalkotásokat kell szülnünk, ami lehet, hogy nem hasonlít egy szögletében se a mesterre, de a szellemiség átvilágít rajta. Ez egy nehéz feladat, de azt gondolom, hogy élvezetes.